Férfi vízilabda csapatunk a Magyar Kupa 4-es döntőjében, az elődöntőben a Szolnokkal mérkőzött. A két csapat végig fejfej mellett harcolt, többször is megszereztük a vezetést, azonban a rendes játékidő csak úgy, mint az Európai Szuperkupa mérkőzésen, ismét döntetlenre végződött. Következhettek az 5 méteresek, amelyekben ismét a Szolnok volt jobb, így ők jutottak be a döntőbe, csapatunk pedig bronzérmet nyert a Magyar Kupában. Gratulálok nagyon a csapatunknak, mert iszonyatosan jól küzdöttünk. Azt gondolom, hogy jól is játszottunk, előnyel mentünk a negyedik negyedre. Azt gondolom, hogy egy pillanatig sokkolhatjuk magunkat, nagyon jók voltunk. Mondhatjuk, hogy orosz rulett, de azért, ahol a ellenfél kapusa a Nagy Viktor, az azért egy kicsit nagyobb plusz, de ennek ellenére ott volt a kezünkben, sajnos megint alul maradtunk a büntetődobásokba. Mi az az apró plusz megint, ami hiányzott ahhoz, hogy most mi legyünk a döntősek, és ne a Szolnok? Én, ahogy az 5 méteres párbaj lett, én azt gondoltam, hogy ha van igazság, akkor itt mi ezt behúzzuk. Sajnos nem így lett, hát teljesen jók voltunk, ezt most megmutattuk, hogy ez a két csapat, ez X körül tud játszani. Ki tudtuk venni jobb játékosaikat a játékból, elég jól kivettük a centereiket is, nem lőttek akciógólokat, szóval jó, azt gondolom, elégedett vagyok a csapat játékával, elégedett vagyok a kapus teljesítménnyel, nagyon jó volt, nagyon kevesen múlott. Azt gondolom, hogy a bajnokságban, és már tényleg majd lesz a visszavágó, meg azt gondolom, hogy a vége felé összefutunk majd, aztán jövünk így összesen. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér, e két szín mindennél többet ér.